ember hitelesítés. 8 millió 964.414. Kucsov Borisz mesterképzésének záróvizsgáját pénteken mutatták be Szabadkán. A filozofikus hangvételű morál-dráma, a Cirkusz és kenyér, Kondács Gergely első drámája. A szerző elmondta, a darab önéletrajzi ihletésű, és a nagybetűs életkezdés problémakörét járja körbe. Nem volt semmiféle próbálkozásom, még eddig nem ismertem gondolni, és mire is valójában ez a szöveg az előadással együtt született, úgyhogy tulajdonképpen nincsen egy ilyen dráma vagy kész szöveg, ami alapanyagként volt, hanem folyamatosan formálódott Borisszal közösen. Összepakolta hát belé a szegény ember legkisebb fia minden fontosát. Bicskát, bukszát, bugykosát, és elindult szerencsét próbálni. A monodráma témájának ötletét egy valós élethelyzet adta, egy kezdő friss diplomás elhelyezkedési nehézsége. Az előadás szókimondó, filozofikus, és Kucsov Borisz szerint mindenképpen próbatétel, hiszen a monodráma színészileg nagy kihívás. Nem is ez a lényeg, hogy átmenjünk-e vagy nem, hanem maga az, hogy a feladattal megbirkózunk, és ez a fejlődésünket szolgálja, és hogy ki mennyire tudja magát megmutatni, vagy ki mennyire érzi jól magát ebben a műfajban, mert ez mégiscsak egy külön műfaj szerintem a színház csináláson belül. A cím több mindenre utalhat, elsőként talán a kenyeret és cirkuszt a népnek. Római mondás jut eszünkbe, de a fiatalok olvasatában ez egy kijelentő mondattá megállapítása alakul, miszerint a kenyérkeresés kész cirkusz.